Továbbra sem tudni, mikor nyitják meg újra a január végén bezárt déli pályaudvart. A MÁV ugyanis lefújta a mára meghirdetett tájékoztatót. Maróti Tóth Tíma riportja. Nekem ez egy plusz ilyen 10-15 perces, de igazából mi a munkaidőm úgy van vége, így azért ez szintén egy kicsit olyan húzós, mert pont lekések egy olyan vonatot, amit amúgy elérnék. A normális eset, amiről ez az utas beszél, az lenne, ha helyreállna a déli pályaudvar közlekedése, de ez nem holnap lesz. Ma mutatták volna be a pályaudvarhoz kapcsolódó alagút környékének felújítását végző kivitelezőt, de a MÁV lefújta a sajtótájékoztatót, információt pedig későbbre ígértek. A legutolsó hírek szerint ma kellett volna elkezdődnie a felújításnak. Ez várhatóan március közepéig tartana, de arról, hogy végül is mikor kezdődhet és meddig tarthat, ebben a pillanatban nincs pontos értesülés. Itt a 11. kerületi Alsóhegy utcán omlott le a támfal, ami miatt több mint egy hónapja nem indít és nem is fogad vonatokat a budai oldal egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja a déli pályaudvar. A déli helyett továbbra is a keleti és a kelenföldi pályaudvar fogadja a vonatokat, átlagosan napi 250 járatot. A MÁV szóvivője korábban azt mondta, ezzel a terheléssel a kelenföldi állomás a kapacitásainak a határán működik, de az utasok is türelmetlenek. Nekünk a déli közel van, és csak egy 61-es villamossal, és így viszont buszozni kell, és meg villamos is, és ez így hosszabb. Vannak viszont olyanok is, akik jól jártak a változással. Egy 30-40%-os forgalomnövekedés volt tulajdonképpen, ami nem olyan rossz, arra pont elég, hogy átvészeljük a telet, és mert egyébként már bezártunk volna. Ez a kelenföldi büfés például azt mondja, ha visszaáll a közlekedési rendők, valószínűleg bezárnak, mert a mostani időszakot leszámítva csak minimális forgalmuk van, amiből nem élnek meg. Ennek az ellenkezője érvényes a déliben árusítókra. Nekik nagyon betett a bezárás. A legtöbben már be is zártak, mert az átlag 90%-os bevételkiesésre nem volt megoldás. Bár nekik a MÁV annyiban már segített, hogy jelentős bérleti díjkedvezményben részesülnek, de az továbbra is kérdéses, hogy mikortól nyithatnak ki ismét az üzletek. A déli pályaudvar kálváriája január végén kezdődött. Először néhány lehullott kődarab miatt csak részlegesen, majd a támfal leomlása miatt január 31-én teljesen lezárták a pályaudvart. Azóta szakértői jelentésekből már kiderült, hogy az alagút Kelenföld felé eső oldalán a réteg víz miatt csúszott meg a föld. Az elhúzódó helyreállítás miatt megint felmerült, hogy a déli pályaudvar teljes, 12 hektáros területének hasznosítását újra kell gondolni. A lehetséges tervek között van olyan, amely szerint a 2-es metró vonalát a délinél a felszínre hoznák, majd az eddigi vasútpályára terelnék, így teremtve meg a közvetlen összeköttetést. Maróti Tóth Tíma, a 7/24.